Kedves kertbarátok! Itt vagyok egy budapesti kertben, és gyümölcsfákat ültetünk. Szabadjuk el a gyümölcsfákat, ezt most fogom megmutatni, hogy jelen tudásom és jelen termékeink, illetve cuccaink közül mi az, ami használható ehhez, mi az, amit érdemes használni ehhez. De mindenek előtt azt szeretném bemutatni, hogy mi az, amit ültetek. Amit ültetek, ez egy fekete csimely, a kedvenc fám, és én úgy gondolom, hogy minden kertben ott lenne a helye, legalábbis Magyarországon biztosan, hiszen mindenhol jól érzi magát, szinte minden talajtípuson nagyszerűen megél, és folyamatosan egészséges és terem. No de, nézzük, hogyan is kell ültetni egy gyümölcsfát. Először is ki kell ásni a gödröt. Ez nagyon nagy munka, és sajnos minél nehezebb az ásás, minél kötöttebb a talaj, annál nagyobbat kell. Ennek az az oka, hogy nem csak nekünk nehéz ásni, hanem a kicsi fának a gyökereinek is. No de, milyen ültetőgödröt ássunk? A lényeg az, hogy minél nagyobbat. És minél nehezebb ásnunk, annál nagyobbat. Ennek az az oka, hogy a fa apró gyökereinek is ugyanilyen nehéz lesz ásni a talajban, mint nekünk. Tehát a cél, hogy egy minél nagyobb olyan közeget teremtsünk, amiben jól tudnak fejlődni a gyökerei. Hogyan csinálja a fa? Tulajdonképpen három lépésben. Az első évben egészen apró cérnaszálszerű gyökereket hoz csak, és nem is megy el olyan nagyon messzire, maximum, amíg egy kicsit nem ütközik be egy keményebb talajrészbe. És ez általában a gödör falat. Tehát ezek az apró kis fehér szálacskák, ezek a hajszálgyökerek, ezek addig mennek el, ilyen kis vékonyan első évben, ameddig tudnak. Következő évben ezek megerősödnek, megvastagszanak, és elkezd a lombozat növekedni. A lombozat növekedésével a fotoszintetizáló felület az, ami növekszik, az állítja elő az anyagokat, az energiát, és azt juttatja vissza a növény a gyökereibe. És így lesz képes a harmadik évben bármilyen kemény a talaj, átütni a gödörfalát viszont. Ez a három első év meghatározó a kisfáknak az életébe. Minél erősebbre nő az első három évben, annál egészségesebb, annál jobban termő, annál nagyobb és annál szebb gyümölcsfánk lesz belőle. És ezt egyetlen dologgal lehet elérni, azzal, hogyha az első két évben nagyon nagy felületet biztosítunk a gyökereinek, és ez a gödör mérete. És amikor készen van a nagy ültető gödör, akkor is ezt a folyamatot segítjük elő azzal, hogy a föld, amit visszatöltünk, azt lazítjuk. Mindig használunk valamilyen lazító anyagot, hát persze, ha csak nem egy könnyű homoktalajba ültetünk. A lazításhoz többféle dolgot használhatunk. Használhatunk egyszerű homokot. Simán veszünk egy kis építési homokot, és azzal visszakeverjük az eredeti talajt, annak függvényében, hogy mennyire kötött, mennyire agyagos, annál több homokot fogunk beletenni. Illetőleg léteznek olyan perlit készítmények, amelyek szintén lazítják a talajt, amire azért van szükség, hogy a talajnak a levegőtartalma emelkedjen meg. És tévhitek ellenére nem a gyökérnek a levegő felvétele a legfontosabb, hanem a gyökér körötti mikrobáknak az élete a fontos, hiszen ha aerob körülmények közé kerülnek, levegőt kapnak a benne működő mikrobák, akkor sokkal jobb flóra alakul ki, ami azért fontos, mert a növény gyökeréhez ezek fogják a tápanyagokat olyan formában eljuttatni, hogy a gyökér képes legyen felvenni azt. Még két nagyon fontos dolog van, amit bele kell tennünk a gödörbe. Az első, az aljába valamilyen növényi hulladék. Mindegy milyen, de ad egy. Még ne legyen komposztálódott, ad kettő, ne legyen gyümölcsfáról származó hulladék. Tehát lehullott gyümölcsfalevél az nem jó. Lehullott egyéb levél, az utcáról például juharfáknak, vagy egyéb árnyékoló fáknak a levele az tökéletesen megfelel, gyümölcsfáé nem. Ennek az az oka, hogy nem szeretnénk átvinni a különböző betegségeket az egyik gyümölcsfáról a másikra.
De amivel a betegségei nem kompatibilisek, ugye levágott fű, rohadt paradicsom, vagy falevél, ezek nem tudják átvinni az egyik növényről a másikra a betegséget. Tehát a gödör aljára képezünk egy legalább jó arasznyi, tömörített növényi hulladék részt. Erre teszünk rá trágyát, jó sokat nyugodtan, és visszatöltünk földet. Ez azért fontos, hogy a gyökér ne érjen bele közvetlenül a trágyába. A növényi hulladék azért fontos, hogy ne legyen még komposzt, mert ott fog lent a talajban megkomposztálódni. Ez egyrészt megint csak a baktériumoknak fontos, másrészt pedig így természetes módon fog megsüllyedni a talaj körülötte, kialakul egy teljesen természetes tányér, amiben később öntözni fogjuk. Ez azért fontos, mert kevesen tudják, hogy a fákat edzeni kell. Az első 2-3 évben borzasztó fontos, hogy edzük őket, mert hogyha mindig mindent megkapnak a felületről közvetlenül, magyarul minden nap szépen locsolom őket, vagy egy öntözőrendszert rakok rájuk, vagy egyéb, akkor megszokja, hogy mindig fölülről kapja a tápanyagot, ezért fölső részén fogja a gyökereit kinevelni. Miközben egy biotermesztésnél a legfontosabb, hogy minél mélyebbre, minél gyorsabban menjen le a gyökér, hogy találjon vizet egyrészt. Másrészt végig gondolhatjuk, hogy úgy sokkal nagyobb talajfelületet tud átszőni a gyökérzet, és sokkal nagyobb felületről tudja a tápanyagokat összeszedni. Tehát mindezek az okok vezetnek oda, hogy a gyümölcsfa ültetése biotermesztésben egy ilyen kötött feladat és nagy feladat. Általában valami probléma mindig van, mikor elkezd ásni az ember, hogy kicsit bosszankodjunk. Itt ugye a gyökerek, az itt meglévő gyökerek, ez okozza a nehézséget. Ezeket kell megszaggatni, meg körbeásni. De máshol van olyan, hogy sittes a talaj, budapesti részeken ilyen gyakran van, és akkor érdekes tömböket tudunk kiszedni belőle, de a legrosszabb ott a helyzet, ahol egy igazi, jó, agyagos, köves talaj van, ez nem ilyen. Ahhoz képest, hogy Budapesten vagyunk, ez egy ritka jó talaj, ami itt van ebben a kertben, láthatóan egy ilyen humuszos homok, könnyen kipereg a kezemből, pedig nedves, de mégis ilyen jó sötét színe van, nem egy sárga homok. Ez tökéletes lesz bármilyen gyümölcsfa alá. Ahol probléma szokott lenni, ott általában nagyon kötött, kemény köves talajt szoktunk találni, az a legnehezebb, de a gyümölcsfának is. És most a gyakorlatban is megmutatom, hogy hogyan ültetünk fát. Ugye a gödröt már kiástuk, egy szép nagy gödör, ahhoz képest, hogy annyira nem is kötött a talaj. Hoztunk be az utcáról falevelet, jól látható, hogy ez egy mezei juharnak a leveleit tartalmazza, és ezt a nagyon-nagyon sok falevelet, ezt mind beöntjük ebbe a gödörbe. De hogy megmutassam, hogy nem csak falevelet tudunk beletenni, hanem olyan dolgokat, amivel egyébként nem tud egy kertész mit kezdeni, és mindig azon vakarja a fejét, hogy hova tegye. Például a paradicsomnak a maradványait. Az se baj, ha beteg volt a paradicsomunk. Ha egy kicsit fitoftórás vagy rohadt, azzal se lesz semmi, hiszen ezeket a betegségeket a gyümölcsfánk nem tudja elkapni. Sőt, itt még látod benne lisztharmatos cukkinit, azt sem tudja elkapni. Borzasztó érdekes, hogy olyannyira nem, hogy egészen más lisztharmat gomba támadja meg a gyümölcsfákat, mondjuk az almán szoktunk ilyent látni, és az uborkák, a kabakosokat. Na most fogom, és megtömörítem. Az összeset ide beraktam, és szépen alaposan megtömörítem. Úgy, mint régen, káposztát taposták meg, csak én itt nem a káposztát tömörítem, hanem a faleveleket. Amikor már megfelelően megtapostuk, akkor érdemes valamilyen bakteriális oltóanyagot is tenni hozzá. Nálunk ez az algil bio szokott erre szolgálni, hiszen nagyon sokféle baktériumot tartalmaz,
amelyek mind-mind más tápanyaggal tudják ellátni a növényeinket, és ezt szépen így töményen, ahogy van, beöntözöm a gödörbe. Egy ilyen üveg az általában egy 3-4 fához szokott elegendő lenni. És amikor már jól megtaposta, ezt is megkapta, akkor jön az egyik legfontosabb, az instant tápanyag, ami nagyon gyorsan tud hatni, a növény gyorsan el tud jutni odáig a gyökereivel, és gyorsan fel tudja használni. Ez pedig valamilyen komposztált biotrágya. Hát sokféle kapható, mi ezt az orgevitet szoktuk leginkább használni. Ezt az orgevitet szoktuk leginkább használni. Fölvágom, és így beleforrom. Nyugodtan lehet egy helyre is, teljesen mindegy, mert a növények megtalálják. És ebből az orgevitből is egy olyan 2 kilónyit beszoktam rakni egy fa alá. Körülbelül egy 2 kiló az, ami szerintem jó. És ugye elmondtam, hogy amikor ezt megtömörítettük, akkor először rakunk rá egy kis földet. Egész addig feltöltjük földdel, ameddig már csak annyi marad, hogy beleférjen a gyökere a szabad gyökerű fának. Sokan kérdezik, hogy hogyan csinálják a faiskolákba, hogy mindegyik fának ekkora gyökere van, hogy ott jönnek az emberek, ássák, és akkor honnan tudják, hogy akkora lesz. Ez nem így van. Van egy óriási, hatalmas nagy eke, amit egy traktor tol maga előtt, és annak van egy mérete, és azzal veszik ki az összes fát, tehát azért egyforma az összes szabad gyökerűnek a gyökér mérete. És ahogy mondtam, érdemes mindenképpen a talajt, amivel érintkezni fog a kicsi fa, lazítani valamivel. Erre teljesen jó a homok is, viszont a perlitünk, ez egy biokertészeti, kicsit előre dolgozott perlit, tehát aki már látott kertészeti sima perlitet, az tudja, hogy ennél gömbölyűbb és fehérebb, ez már egy kicsit megdolgozott állapotú, és minden egyes ilyen rétegbe szórok valamennyit, mert ennek ilyen egészen apró kis pórusai vannak, amiben meg tud tapadni a levegő is, meg a nedvesség is, tehát mindig amelyikre éppen szükség van. És ha ilyent is szórok bele, akkor a növény sokkal könnyebben tud gyökeresedni. Ugye, töltögetjük a gödröt, belemérjük a fát, és amikor úgy látjuk, hogy ez a rész, ezt úgy hívják, hogy oltás helye. Eredetileg az alany itt nőtt ki, erre oltottuk rá a nemest, és amikor ez már megerősödött, akkor kivágtuk a vadat. És itt ugye belemértük, ennek a gyökere úgy fogja kiadni a helyét, hogy most fog egy olyan 3-4 centivel fölé kerülni a felszínnek ez az oltás helye. Ennek azért kell kinlenni, mert ez tulajdonképpen olyan a fának, mint a kisbabának a köldöke, hogyha szépen leszárad, meggyógyul, akkor nincsen semmi baj, de ha állandóan nedvesség éri, sőt, egy fertőző nedvesség is érheti, akkor az megbetegszik, ezért nem szabad felpuhulnia ennek a résznek a fánál. Amikor ezzel megvagyunk, akkor valamelyikünk fogja a fát, a másik pedig szépen körbe rakja, és ahogy mondtam, minden egyes rétegnél fogjuk, és szórunk neki egy kis perlitet, hogy jobb legyen a gyökerének. Tartjuk a fát, és szépen körbe tesszük be a földet köré. Még egy réteg perlit. Ugye, kész vagyunk az ültetéssel, még egy kicsit megerősítjük itt a talajt, így. Szépen elegyengedtük a talajt, és most jönnek a befejező lépések. A befejező lépésekhez tartozik a korona alakító meccés. A korona alakító meccésnél, ugye a megynél mindig úgynevezett váza koronát alakítunk ki,
Ilyenkor eltávolítjuk a sudarat, tehát a középső, legerősebb, leghosszabb ágát kivágjuk. Ezt itt én így teszem meg, tulajdonképpen tőből, nem is hagyok rajta semmiféle olyan rügyet közvetlenül, ami ott ki tudna hajtani. Ezek után, amik megmaradtak, itt is azt kell figyelni, hogy a növény úgy növekszik, hogy mindig a leginkább fölfelé törő, legmagasabb ágában van a legtöbb auxin növekedési hormon. Ha azt meghagyjuk, akkor részaránytalanul fog kialakulni a koronaforma arra, és borzasztóan magasra fog menni a fa. Azért veszünk vissza a koronából, hogy ne legyen túl nagy a párolgás, hiszen ilyenkor az elején, mivel ez egy szabad gyökerű gyümölcsfa, kevesebb nedvességet tud felvenni ezeken a gyökereken, tehát egy kicsit visszább veszünk a koronát is. Figyeljünk, hiszen az auxin mindig a legfőső részbe, hajtásba megy, ezért amikor kialakítjuk a vázakoronát, akkor próbáljunk meg teljesen egy színben metszeni. Nagyon fontos, hogy amikor metszünk, mindig nézzük meg azt a rügyet, ami fölött elvágjuk a kis fát, ugyanis egyszerű józan paraszti észre úgy fog alakulni a korona, hogy amerre áll ez a rügy, arra fele fog kinőni belőle egy ág, tehát olyan alakja lesz a koronának. Én most nézek egyet, ami teljesen erre felé van, és ott fölötte elvágom. Mindig sréjen befelé vágunk, azért, hogy az eső majd le tudjon róla menni. Ezt én nem vágom le, mert ez egy elég vékony kis ágacska, ezt sem, hanem ezzel a pont szemköztit fogom levágni, de először keresek egy olyan rügyet, ami pont arra áll, amerre nekem szükségem van. Én úgy gondolom, hogy ez lesz az. És így kialakítottam egy olyan koronaformát, ami nem fog túl sokat párologtatni. Ha békén hagyjuk, akkor pont úgy fog nőni, ahogyan mi szeretnénk egy vázakoronától, és onnantól annyi az összes feladatunk, hogy néha a belső részeit kitakarítjuk, tényleg mint egy váza, elképzelünk benne egy edényt, és azt szépen kipucoljuk, ami abba belenő ág. És ennyi a feladatunk a továbbiakban a metszéssel. Köszönöm, hogy meghallgattak!